Szeretettel köszöntök megint mindenkit, és hadd mutassam először is gyorsan be a vendégünket, először is Szalai András operatőrt. Nagy örömmel köszöntjük Rigó Máriát, aki meglátogatott bennünket, Lemhényi Rékát, Kornis Pannit, és ott elbújva Csákány Zsuzsát is köszöntjük, és a régi kedves hallgatóinkat, Knap Dávidot és Tokár Danit is természetesen. És akkor a mai film vendégei Sellő Hajnal vágó, és Szurdi Miklós operatőr. Bocsánat, rendező, elnézést mindenkitől. Mennyi idő után láttátok a filmet most, őszintén? Én legalább 3 éve láttam ma reggeli. Ezt megelőzően is ma reggel megnéztem, és ez a második. Aha, és te? Én nekem nagyon sok gyerekem van, és mindig meg kell valamelyiknek mutassam. Tehát időnként megnézem, de azért most már olyan jó 5-6 éve nem láttam. Most sem láttam, csak az utolsó 25 percet, dolgoztam, és azt is régen nem. Ja, és nem tudtál előbb jönni. Nagyon sok filmet készítettetek ti együtt, ha jól tudom. Ugye? Elég sokat. TV-filmet, játékfilmet. TV-filmet nem csináltunk. Angyalbőrben egy sorozatot csináltunk. Az igazság az... TV a város szélén még emlékeztetlek. Kísérlek. Abba is volt egy pilot. Szóval az igazság az az, hogy a Szurdi Miki és én azt hiszem egy évben kezdtük a szakmát úgy, hogy ő utolsó asszisztens volt, mint rendező asszisztens, és én vágó asszisztens, gyakornok. És innentől együtt haladtunk, hol együtt, hol külön, de végül együtt öregettünk ebbe bele. És mivel elég jól megértettük egymást már a ismerettségünk elején, és én nyilván mindenki mást fog mondani arról, hogy mit gondol a vágó és a rendező viszonyáról. Én abszolút azt gondolom, hogy az borzasztó fontos, hogy ők egy olyan közösséget alkossanak, szinte mint egy család. Én azt mondhatom, hogy a Miki és én egy család vagyunk. És ez aztán a munkába vagy kamatozódott, vagy nem, azt majd eldöntitek, amit láttatok. De innen datálódik a mi ismerettségünk, barátságunk és együtt dolgozásunk. Egy picit menjünk még vissza, jó? Mert én nem tudok rólad semmit, és kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy kerültél a szakmába. Tudom, hogy ez egy... A szakmába a legnagyobb véletlenek mentén kerültem. Az történt ugyanis, hogy tanítónő szerettem volna lenni, alsó tagozatos. Szóval még csak nem is nagy, kifejezetten azt imádtam, hogy nyaraláskor a kicsiket terelgettem, és nekem ez örömet okozott, és nem vettek föl a tanítóképzőbe, ami tulajdonképpen borzalmasan nagy szégyennek mondható. Sose fogom megtudni, hogy mitől nem jutottam be, mert a nagy októberi szocialista forradalmat húztam a felvételi tételben, na most azt 65-ben mindenkinek hátulról előre, előről hátul, azt úgy kellett tudni, olyan nem volt, hogy valaki úgy érettségizik le, hogy azt nem tudja. Hogy ez hogy történt, hogy nem tudom. És akkor összeült a családi kupaktanács, és a édesanyámnak a bátyja, vagy öccse a filmgyárban dolgozott, gyártásszervező volt, bizonyos Bozó elvtárs. Ó. És akkor azt mondta, hogy... Jó, hát ez akkor így volt, és akkor azt mondta, hogy jól van, kislányom, gyere oda vágóasszisztensnek, majd ott el leszel. És akkor oda mentem vágóasszisztens gyakornoknak, ahhoz az Ákonyi Sándorhoz, akinek a képe szintén fönt van ezen a weboldalatokon. Ott lehúztam körülbelül 1,5 évet. Az is egy iskola volt, és akkor kiderült, hogy a Morel Misi bácsinak az asszisztense, bizonyos Víg Edit néni, aki 32 évig volt az asszisztense, az nyugdíjba megy, mert az anyukáját kell ápolni, mert az nagyon idős volt, és akkor a Víg Edit néni
Hez kerültem egy fél évre, hogy ott mi együtt dolgozunk, és hogy ő engem mindenre betanítson, hogy hogy kell a Misi bácsit kiszolgálni, hiszen ő 32 évig szolgálta, és volt időszak, mikor szerelmes is volt, mert ez a minden volt, ez is egy ilyen nagyon filmre való történet, és akkor én az Edit néni azt mondta, amikor beléptem első nap az őszobába. Igen. Fantasztikus. Igen. És akkor azt mondta az Edit néni, hogy édeslányom, itt valaki egy év alatt vagy megszokik, vagy megszökik. Vitathatatlan, hogy akkor a vágó és a vágóasszisztens viszonya közel sem volt szerintem annyira bensőséges, mint később, amit esetleg már mi itt néhányan bevezettünk, és baráti. Ott volt egy fajta hierarchia, és akkor mire az Edit néni elment nyugdíjba, addigra én nem megszöktem, hanem ott maradtam. Van valami olyan emléked a Misi bácsival kapcsolatban, amit tőle tanultál? Mert azért ő egy most nagy ember. Először is mindent, amit tanultam, azt a Misi bácsitól tanultam. Aminek két oka is van. Egyrészt, mert 7 évig asszisztáltam, vagy 6 évig mellette. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy és akkor ott vágóasszisztenskedtem, amikor is kiderült, hogy hoztak egy rendeletet, hogy vágó csak főiskolai végzettséggel lehet valaki, de a főiskolán vágószak nem volt, rendező osztályban meg a kármentő Éván kívül, aki a múlt héten itt volt, nem vettek föl senkit se. Tehát mert nem akartak egy rendezői helyet elvenni. De jelentkeztél vágó. Oda? Nem. De, nem, meg se próbáltad. De nem volt, ez addig nem volt kérdés. Aha. Tehát az ki volt mondva, hogy vágó ne jelentkezzen, az egyszer volt, és annak is volt családi vonatkozása, az akkor így elmesélte volt. Elmesélte az Éva. Jó, hát akkor ez nem egy titkos. Nem. De ő ettől nagyon jó vágó lett, úgyhogy ez végül nem kisebbíti az ő érdemeit. De nem volt a főiskolán vágószak, és akkor, amikor én oda kerültem, akkor a Misi bácsi 57 éves volt, és körülbelül az összes vágó ezt a korosztályt nyújtotta. Ők azok voltak, akik a háború után kerültek a filmszakmába, vagy a háborút közvetlenül megelőzően. Szóval egy csapat volt, és látták, hogy hamarosan nyugdíjba fognak menni, és akkor nem lesz majd, aki vágjon. És akkor hoztak egy ilyen kezem-fejem dolgot, ami nekünk nagyon jó volt, hogy egy héten 3 napig kellett iskolába járni, és magát a szakmai gyakorlatot azt betudták, hogy mesternél dolgozunk. És az első évfolyam az mind a ketten indított, szóval a Misi bácsinak is volt 12 hallgatója, és a Széchenyi Mérinek is. Én nem is tudtam, hogy a Misi bácsi tanított. És a Misi bácsi ezt az egy osztály tanította, de egyáltalán nem szeretett tanítani. De annyira nem, hogy egy picit sem. És azért mondom, hogy amit én tanultam vágásból, és hangsúlyozom, mindent tőle tanultam, de én nekem azt el kellett lesnem. Én úgy ültem ott mellette, ugye akkor még más volt a rendszer, a vágóasztalon a filmet kidobták oldalra, és nekem oldalt kellett ragasztani, és ő mondjuk ült körülbelül itt. Tehát én nekem közben örökbe megragasztottam, és rögtön kiugrottam nézni, hogy ugyan mi történt, mi lett abból, ami. És soha azt nem mondta, hogy bogárkám, miközben nagyon szeretett, nagyon jó volt a viszonyunk, és csak jót tudok róla mondani, és én a haláláig jóba voltam vele, és feljártam a műtermébe, de ő tulajdonképpen, ő egy kicsit sértett szobrászművész volt, mert ő az eredeti végzettsége az képzőművészeti főiskola volt, de abból nem tudott megélni a háború előtt, bekerült a filmgyárba, ő azt hitte, hogy majd valahol a díszlet környékén fog jönni-menni, ehelyett azonban asszisztens lett belőle, rendező asszisztens. És akkor az ének a Búzamezőkön, akkor ott összebarátkozott a Szőccsel, akkor a Szőcs már becsülte azt, amit ő tudott, és így lépett ő elővágóvá, de ő igazság szerint a vágóságot egy életen át kenyérkeresetnek, és annak tekintette, hogy
abból a pénzből, amit ő keres, abból ő kiönteti azokat a szobrokat, amiket ő csinált. Ehhez képest elég jó filmeket vág. Isteni, és isteni vágó volt. És egyébként az, hogy ő a képzőművészet felől jött, azért neki a képhez nagyon-nagyon sok köze volt, az ízlése fantasztikus volt, de aztán azok a filmek, amik őt nem érdekelték. Színészekhez érte? Nem, sokkal kevésbé érdekelte, mint engem, aki beletek nőttem föl. És, de annyira, hogy csináltatott magának egy zöld színű Schuster kötényt, amiben a Schusterek dolgoztak, és amikor bejött a Keleti Márton hozzá, mert egyébként nagyon nagy nevekkel dolgozott, és akkor azt mondta, hogy Misikém, mi van magán? Schuster munkához, Schuster kötény, Marcikám, mondta. És ezzel a dolog el volt intézve. Szóval egész különleges pasi volt, elképesztő ízléssel és nagyon jó vágó volt, de nem szeretett tanítani, úgyhogy ő többet nem tanított. De titeket végig? De minket végigvitt, igen, és a többi társamnak is ugyanúgy kellett ellesni a vágószobába, hogy mit csinál, mert... De ezt azt hiszem mindenki elmondhatja. A mi korosztályunk, az előttünk járók és az utánunk jövők, még sokáig elmondhatjuk, hogy mindent a vágószobába tanultunk igazán meg. Igen. De én szerintem most is a gyakorlat az, ami... Egyértelmű. Ami tanítható, igen, valamennyire. És akkor végül is arra emlékszel, hogy mi volt az első filmed? Hogy kerültél és a vágóasztal közelben? A vágóasztal közelben egyrészt a Misi bácsi mellett, ő megbetegedett, és volt egy epeműtétje, és abba valami komplikáció, és akkor a Szimbádot vágtuk. És hát egy kis ideig várták, hogy majd jön a Misi, de Misi nem jött, és akkor ott egy kicsit bedobtak a mélyvízbe. Azért nem teljes valóságába, mert a film vége felé a Misi bácsi visszajött, és minden, ami most akkor is, ha elfogadta azt, amit én csináltam, az akkor is minden. És ha jól emlékszem, ő is van kiírva, mint vágó. De ez így, igen, is van, ez, igen, így is van rendjén, úgyhogy, és hát azért a Szimbádnak volt ezt megelőzően azt hiszem 67 változata, úgyhogy... Abból lehet, hogy az én nevemhez fűződik 7, és a többi az övéhez, úgyhogy ez így van jól. És aztán az első önálló vágói munkámhoz ahhoz úgy jutottam, hogy ő elment Amerikába, és ezt megelőzően, szóval ehhez azért ismerni kellett volna azokat az időket, amikor ezek a nagyvadak, Keleti Márton, a Várkonyi, a Fábri Zoltán, szóval azért ezek nem azok a simulékony alkatok voltak, hogy majd bejövünk a vágószobába és egy jót dumálunk. És a Misi bácsihoz bejelentkezett a Székely István, aki Amerikából jött vissza, és azt mondta, hogy szeretné még egyszer megrendezni a Lila Ákác című filmet, és akkor a Misi bácsi az én fülem hallatára azt mondta a Keleti Mártonnak, hogy én most elmegyek Amerikába egy hónapra, és amikor visszajövök, akkor Marcikám, akkor a Székely is el fog kezdeni egy filmet, a Lila Akácot, és hogy Marcikám, elvállalhatom én ezt a maga filmje mellett, vagy nem vállalhatom el, mert akkor a Keleti a Bob Herceget csinálta. És a Keleti Márton azt mondta, ha nekem nem kell vele itt találkoznom a vágószobába, Misikém, tehát ha maga azt úgy intézi, azt mondta a Misi bácsi, igen, úgy intézem, nem is lett volna nagyon nehéz úgy intézni, mert a Keleti Márton 3 órakor, ha cigány gyerekek potyogtak az égből, ő akkor is elment a filmgyárból, mert akkor már a feleségével a belvárosi Váci utcai Muskátli presszóba kellett találkozni, és ezek tények. Ugyanígy. Szóval ez a Miki is tudja, a mögötte köztetek ülő Zsuzsa is tudja. Ezek nem volt pardon. Tehát és Budapesttől 20 kilométerre messzebb nem ment soha forgatni, mert azt mondta, hogy amit Budapest 20 kilométeres vonzás körzetébe nem találok meg, az nincs, mondta. És így forgatta, így lett a Tizedes is, meg így lett a Butaságom története is, és még sok nagyon jó film, tehát ez nem von le az értékében. Na szóval megengedte a Misi bácsinak,
És a Misi bácsi egy napot késett az Amerikából való visszaérése miatt, és akkor a Keleti rájött, hogy dehogy akar ő a Székellyel közösködni a Misi bácsin, esze ágába sincs, és a behivatott, és azt mondta, Sellőkém, maga fogja vágni a Bob herceget, a fiataloknak, maga már most már kiárta a főiskolát, a fiataloknak utat kell adni, csinálja. De Misi bácsi, vagy Marci bácsi, de hát nem lehet, hát én a Misi bácsi aszia vagyok, és hát szó nem lehet róla, és de ne tessék, de. Maga egyet se izgassa magát, a Misi megjön, és én megmondom neki. Hát úgy mondta meg, mint mondjuk te. Szóval körülbelül így mondta meg neki. Iszonytatóan kellemetlen helyzetbe kerültem. Ott a Misi bácsit 2 évre elvesztettem. De aztán a Keleti Márton később meghalt, úgyhogy ez is valahogy úgy. De ezek így voltak, most lehet ezeket szépíteni. Akkor ő már nem esett el több keleti filmtől. És így én a Bob herceget vágtam, mint első zenés filmet. Egyik főcia Miki volt. És rögtön a sűrűjébe belekerültél, mert azért rögtön egy zenés, lébekes filmet. És akkor ebből rögtön mentem a Marci bácsival tovább a Csinompalkóba, másik zenés táncos, de akkor ő sajnos már meghalt. A film köz, még forgatás alatt ő meghalt. Egyébként a Csinom, vagy a Bob hercegbe a Zsuzsit nyertem el Aszinak, és ott mi együtt dolgoztunk. És a Csinom, hát de onnan már mentünk, haladtunk. Úgyhogy ez volt a története a karrierem indulását tekintve. Na, akkor ugorjunk a mi filmünkre, hogy még is szóhoz jusson, ma nem tudok beszélni. Szívesen hallgatlak. Nem, azért... Mondjad? Hát pont... Szívesen hallgatlak le. És már régen is hallottál, úgyhogy... Na, akkor meséljetek kicsit közösen arról, hogy hogy történt nálatok a vágás, hogy kezdtetek hozzá a vágáshoz, és mi az, amire úgy nagyon emlékeztek, hogy vágás szempontból érdekes a filmben. Mert azért itt is van, ha jól látom, néhány kivétellel szinte minden eredeti hangos. Ugye? Igen. Jól látom. Csak mondtam eredeti hangos, amit utána, ahol, ami nem működött. Ami tehát, nem ami működött. Ez csak föl kellett adni valamiért ott az ott helyszínen az eredeti hangot, akkor nem. Igen, egy pár látom, helyen lehet. Ez szinte minden eredeti igen. hangos. Igen, ami akkor még divat volt, vagy már megint divat volt? Vagy te ezt nem tudod, mert ez, neked az első filmed volt, első nagy játékfilmed, ugye? Igen. Nem, hát a Sipi volt a hangmérnök, és azért a Sipi abban az időben a fénykorát élte. És Sipos Istvánról van szó. Bocsánat, igen. És hangmérnök. És ő ezeket a fajta kihívásokat ő nagyon szerette. Szóval ez nem volt kérdés, nem morgott semmiért igazán, szóval nem miközben volt más jó. Igen. Nem. Ezt akartam mondani. A Sipos Pista a földön van. Bocsánat, a teniszpályán. Nem. A filmben. Érdekes, hogy én is úgy emlékszem, hogy ahogy egy remek. Andriska, mondd meg, hogy a operatőr a szekcióval, hogy jött ki a Sipi. Nagyon kiszúrtjuk vele, mert volt egy csomó olyan stílus, például emlékeztek, amikor az éjszaka belőle megpróbálni, ahol az egész tér 4-szer körbejátszódik, és mindenhol megszólalnak. Egy hangmérnöknek ennél nehezebb feladat nincs, hogy ezt megoldja. Örjött! És állandó balhék volt, tehát amikor meg egy operatő kiabál vele, benne valamikor, és akkor volt valós. Bocsánat, úgy örjöngött, hogy aztán ez lett az eredeti hang a filmen, úgyhogy megérte. Jó, de akkor nagyon divat volt, hogy még vagy már azt nem tudom, de nagyon divat volt. Igen. Én azt hiszem, hogy még divat volt, és aztán jött egy nagy utószinkronos korszak, és aztán most újra eredeti hangban dolgozunk. Akkor jött divatba az eredeti. Akkor jött? A kamerák akkor tudtak eredeti. Aha. Igen. Hát nem azért már, azért már pár éve, jó pár éve volt akkor már, csak eredeti hang, de igen. Akkor nagyon divat volt, akkor szóval a filmek nagy része eredeti hangokban volt. Igen. Igen, de jót is tesz a filmeknek, én nagyon nem szeretem az utószinkront. Na, a vágásról, hogy történt a vágás nálatok? Mennyi ideig vár? Várjál, ott kezdődik, hogy forgattatok. Közben dolgoztál?
Részben dolgoztam nagyon kicsit, mert a Mikinek ez volt az első játékfilmje, és nem tudta, hogy ha én hozzányúlok magam, akkor mi lesz, ő megjön, és mi lesz, hogy lesz helyreállítva. Mi történik azzal a kockával, amit én levágok? Vissza fogja adni az asszisztens? Hát az... Eljúgják el, meg lesz. Meg lesz. Szóval ez egy külön trauma volt a számára. Tehát ezért nagyon nem sokat dolgoztam előre, valamint azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy amikor az ember először dolgozik valakivel, akkor azért nagyon kell tapogatózni, hogy mit gondol, mit szeret, hogy szereti, és akkor azért nem. És itt ez volt az egyetlen film az életemben, amelyikben megtagadtam azt az elvemet, hogy nem szeretek forgatásra járni, mert engem ne befolyásoljon semmi. Mivel láttam, hogy nagyon sok olyan snit van ezek a hosszú meg egybe, és hogy aminek a hangulata úgy adott, ahogy van, ezért elég sokat lementünk szagolgatni a dolgot, hogy nekem is legyen ehhez saját orrom. Tehát én sem ismertem ezt a világot, és persze nagyon sok más világot nem ismerek, amit vágtam filmet. De ez egy kicsit érdekes is volt, ezért is tetszett, de kifejezetten azért, hogy amikor beülünk a vágószobába, akkor én tudjam, hogy majd mit akar ő rajtam számon kérni, vagy mit szeretne viszont látni. Úgyhogy hát meddig vár? 8-10 hétig vágtuk szerintem, ameddig az első. Csak? Amíg az első. Ja. Nem az első mutatás, még először egyre volt. És azt mondom, ezt mondom, hogy... Az is viszonylag gyorsnak tűnik. De az végig dolgoztuk egyfajta megállás. Úgyhogy... És aztán utána... Szerintem a vágószobában mi közöttünk sok veszekedés nincs. Az más, megy. Nem mi? Nem vettelek feleségül, máshol hol? Lehetett volna ez is. Na? Tessék. Nem veszekedtünk egyáltalán, de nagyon élvezett, borzasztóan élveztük a vágást. Hát neked egy új dolog volt. Igen. Izgalmas dolog. És én meg szerettem, nagyon szerettem a holmit, és így aztán ez. Igen, nagyon jó volt, borzasztó jó. Az egész forgatás, ez először jó hangulatú forgatás volt, és a vágás is. Mennyire változtattatok a forgatókönyvhöz képest vágószobában? Hát egy nagyon nagy változás, sehogy nem indult el a film. Tehát volt egy lineáris első élet, amitől elindult a film, és én nem tudom, hogy de talán te voltál az, aki... Ez a próba jelenet, amivel most elkezdődik a film, ez ott volt, ahol most a második fele van. És már mutogattuk, már stúdió elfogadás közeli volt, és kurvára nem indult a film, és meg kellett bolondulni tőlem, mennyire nem indul el. És akkor valaki, szerintem te voltál, ki először mondtad és kitalálta, ketté vágtuk azt a próba jelenetet, és arról jutottuk el a filmet. Itt igazából ez volt a legnagyobb eltérés, hogy az egyetlen komoly szerkezeti a... szerintem nem. Nem volt. Jeleneteket biztos cseréltünk fel, erre már nem emlékszem, de komoly eltérés az ez volt, így indult a film. Van egy pár olyan... Számomra feltűnő vágás, nem is vágás, hanem jelenet folyam egymás után, ahol gondolom szándékosan talán nem is emlékeztek rá, de írtó érdekes, kevés helyen lát az ember ilyet, hogy ahogy végződik egy jelenet, a következő jelenet olyan, mintha annak a folytatása lenne, egy olyan plánnal folytatva. Talán vélesen, mondom, írtó érdekes, mert először zavarba hozza a nézőt, és aztán jön rá, hogy ez egy stílus. Ez egy szándékos. Sok ilyen snit van, és ezeket szándékosan így találtuk ki előre, hogy úgy végződik, hogy arra válasz lehetne a következő snit, és eltelik nem sok, egy jó pár másodperc. De minden esetre zavarba jön a néző, igen. Másik, mert még a szöveg is rímel rá, nyugodtan folytatódhatna. És így is volt. Igen. Összekapaszkodva. Igen. Változatlanul fenntartjuk azt a szokásunkat, hogy lehet ám kérdezni közbe mindenkinek, úgyhogy bátran, ha most van kérdés, akkor szívesen. Ehhez kapcsolódik egy picit, hogy nekem nagyon jól összeállítottam, és kérdezem, hogy mennyit tudok arra
Azt hiszem talán egy nap, hogy a nyersanyagban egy túlfordítás? Hogy volt 20 ezer méter volt rá, és 2000 méterén harcoltunk meg iszonyatos, méretes küzdelemben, és azt megkaptuk még, és aztán egy nap túlforgatás volt forgatásban. És összesen talán 30 forgatás nap volt kellene. Rigó Mari. És hány kimaradt jelenet? Tessék, hány kimaradt? Hány, igen, jelenet. Ami nincs benne a filmben egyáltalán? Igen, olyan, hogy kiadtak egy jeleneteket? Szerintem nincs, megrövidített van. Rövidített jelenetek. Megrövidített olyan, jelenetek. Olyan, ami egyáltalán van. Nincs benne, olyan szerintem nincs. Jó. Olyan szerintem nincs. Iszonyú küzdelem volt költségvetés, még arra emlékszem, hogy 8,7 millió forint volt a film költségvetése, de előzetesen sehogy nem fértünk bele, hanem 9 millió kellett volna. És a Bacsó volt akkor a stúdióvezető, és ez egy egyfolytában harc volt, ami végül úgy végződött, hogy az a 300 ezer forintot, azt mondta, hogy ha nem, akkor nem kellett elforgatni a filmet. Ennyi volt a dolog. És akkor aznap, mikor ez történt, az Andrissal elmentünk, beültünk egy moziba, megnéztük a Spielberg Westernet, Bolondot című filmjét, igen, azt hiszem az, amiben van egy, nem tudom, láttátok-e, van egy jelenet, amiben egy eszelő nagy hangárba egy tank bemegy, keresztül megy a hangáron, amiben van, mit tudom, 2-3 millió liter festék, nem tudom pontosan mennyi lehet, és az úgy széttapossa. Semmi jelentőség nincs az egésznek, megy végig a tank, tapossa, és aki jól néz ki. És nem először egyáltalán, kijöttünk a moziból, hát körülbelül annyi lehetett annak, hogy semmi köze nem volt, semmit előre nem lendítette a filmet, jól nézett ki. És körülbelül annyi lehetett annak, hogy jelentek a költségvetésen, mint kétszer lett a film, vagy ilyesmi. Gondolod, Andris, hogy mit szólna a Bacsó holnap alattal, amit kéne egy hangárt, el a festét, és jönne egy tank, azonnal vittek volna az elmegyőjét. Abban másodperc szerintem. Úgyhogy ez volt azért a... Hát ez egy kicsit a mi életünk egyfolytában, hogy szarból váltatékig, mióta élünk el azon. No, erre vagyunk trenírozva, ezt nem csináljuk rosszul, de üdös marad mindig egy picit. Vagy legalábbis egy pici stikje mindig marad. Mindig ott van az emberben, hogy... De azt gondolom, tényleg ilyen az életünk. Szóval azért örülök nagyon, amit mondasz, mert pont erre nincs ideje egy magyar filmesnek általában, hogy amire egy normál amerikai vagy nyugati filmesnek van, hogy 3 évvel előre tudja, hogy azt a filmet fogja csinálni, arra tud készülni, úgy áll össze az egész élete, kap annyi pénzt, hogy megéljen abban a 3 évben, és azt gondolom, hogy tényleg fel lehet készülni egy film. Mi előző héten tudtuk meg, hogy elindulhatunk-e a filmek következő héten, vagy sem. Tehát ez őrületes különbség, azt hiszem. És nem látszik a vásznon, szerintem. Melyik színházba forgattatok? Kecskemét. A Szolnoki Színházban játszódik ebben, de a Szolnoki Színház rettenetesen ronda volt, tehát a Kecskemét. Tehát nem úgy, mint a Keleti Marci bácsira elmentem egészen Kecskemét. És a színes ház? De nem igaz, de mondtál igazat, mert a Szerelmi Álmok vagy Lisztbe. Na jó. A Keleti Marci bácsira álltam, Rozsiaszlegon egy faluba, télen minusz 34 fokba, és eddig ott de történetnek azért jó volt. És üdvöltött velem végig, megállás. Hát meg hideg volt. Pontosan emlékszem, kurva hideg volt, nem akartam oda jönni, mert neked igazad van. És amikor valaki azt kérdezte tőle, és Marci bácsi, mikor próbálunk? Hazafelé a buszon. Szóval csak azért a rend kedvéért. Jó, azzal úgy tudod csak. Igen. És a színészház hol volt? Mert az a színészház jó. Budapesten, a Petőfi Sándor utcában. Katona József színházzal szemben, ott a Fúga fölött. Most a Fúga. Arra emlékszem, hogy az nagyon nyáron volt, és ott valami 50 vagy 60 fok volt. Ott olyan meleg volt, amit nem éltem meg azóta se szerintem. Nem lehetett bírni. Ez a Dorottya volt az utolsó életben, amiben elég jó, a melegtől sírt. Mindegy, hogy mitől, csak jussunk oda. Azért egy kicsit a Szakácsiban magadra ismertél sokszor, nem? Hát a Szakácsinak kellett szegénynek rám ismernie. Erről a filmről van még valami olyan emléketek, amit szívesen elmesélnétek? Akár forgatásról, akár a vágószobai titkokról?
tényleg úgy dolgoztunk együtt, hogy nem volt titok, miután Levente kérdésére, hogy nem maradt ki, vagy ma Mari kérdezte, hogy nem maradt ki, hogy nem maradt ki semmi, csak gyúrtuk mindig, hogy lenne jobb, hogy még mit lehetne vele kezdeni, de nagyon, én nem véletlenül mondtam neked elsőre, hogy ezt szeretném hozni, mert ez egy olyan emlékem, amelyikben úgy minden együtt volt. Igen. Úgyhogy... És aztán hogy volt nálad ez a nagy váltás a digitális vágásra? Hát az elhagyott engem a vágásat, nem kérdés. Két dolog esett többé-kevésbé egybe. Az egyik az a filmgyár felszámolása volt, amikor mindannyiunkat utcára tettek. És 92 eleje, ugye? Igen. Ha jól emlékszem. És mindannyian egyéni vállalkozóvá váltunk, van saját BT-m, Sellő BT. Szóval... Mindannyiunknak. Szóval... Nem, de mi voltunk az elsők. Csak arra mondtam, hogy hogy fogják hívni? Hogy hívnak? Hát engem, Sellő. Nincs, nem lehet más. Ez volt az egyik része, amiért a filmgyár így elment mellettünk, és akkor a másik pedig az volt, hogy a Zsombolyainak vágtam éppen két tévéfilmet. A Zsombolyai Jánosról azt kell tudni, hogy minden, ami technika, az őt rabul ejtette. Ő attól megbolondult, ő azért megőrült, ő neki az fontos volt, hogy mindenből az első az övé legyen, nála legyen, birtokolja. És akkor 92-ben készült el az első Evid. 93-ba, így valahogy. És ezt pont ő vette meg. És ő akkor azt megvette, az elsőt Magyarországra ő hozatta be, és el is jött még az a holland pasi, aki egyébként ezt a programot kitalálta, akiről kiderült, hogy ez egy vágó volt, egy holland vágó, és meghozta ezt a gépet, és a Zsombi ott melegibe, ő ezt rögtön ő ebbe rögtön beleszerelmesedett, és majd ő megmutatja, hogy kell vágni. És igen, ez már azután volt, hogy a filmgyárat felszámolták, mert akkor, akik akarták, azok elmehettek, azt hiszem úgy hívták, hogy Számalk, de mindegy, egy ilyen nagyon nagy IT cég, ahol tanfolyamokat tartottak, de komolyakat, tehát nem olyan... De nem Evidről, hanem kompjúterről. Igen. És akkor az én asszisztensem, bizonyos Juhász Kati, aki egyébként már vágó volt, akkor volt diplomája, és nagyon szerettem egyébként vele dolgozni, és mindvégig, amíg dolgoztam, vele dolgoztam. A Kati gyerekét egyedül nevelő anya volt, és ezért ő elfogadta a filmgyárnak ezt az ajánlatát, és ő kijárta ezt a tanfolyamot. És amikor mi vágtuk a filmgyárba a két tévéfilmet, akkor amikor a Zsombinál ezt kipakolták, ezt a cuccot, akkor ő ott minden csícsút tudott, mert ő akkor diplomázott le éppen a számítógépből. És akkor a Zsombi azt mondta egy reggel, hogy legyen egy jelenet a Székely kapuból, amit most ő is meg fog vágni, és én is meg fogok vágni, és majd meglátjuk, ki nyer ma, mert ő majd mindjárt telefonál, hogy kész van. Én elől dolgoztam a vágószobába, ő hátul az ő irodájába. Hol volt akkor ez a vágószoba? Ugyanott, ahol a vágószobát volt? A földszinti vágószobába. Aha. Igen. Én ott kezdtem, azt is, tudom, és ott hogy is te fejeztem be. A kertre néző szoba. Igen. És Rigomari mellett, ha jól tudom. A Rigomari meg az Ákonyi. A 72-es. Igen. És mellette meg a Kármen. Nem, a Médi. Széchenyi Médi, és utána volt a Kármentő. De legelőször, nem, amikor a Kerényi Zoli bácsi meghalt, akkor az Éva ott örökölte még. De ezek csak ilyen belső infók, lényeg, mi lényeg. A Bob Herceget nem ott vágtak. Fönn az emeleten? Az udvarról nyíló vágószobában. Fönt az emeleten? Nem, az udvarról, ahol én dolgoztam. Zsuzsika, udvarról hol nyílt vágószoba? Ugyanarról beszéltek. Hol? A háttérfestők folyosóján. A Rannódinak... Ja, tényleg, igen. Igaz. Jó, megvan. És
És akkor egy bizonyos jelenetet kiválasztottunk, és a Zsombi is megvágta, és én is, és sokkal hamarabb telefonált már, hogy ő készen van, és mondtam, hogy jó, hát ha kész vagyok, akkor szólok neki, és én hátra megyek, megnézem az övét, ő majd előre jön, és megnézi az enyémét, és vitathatatlanul ő fele annyi, vagy talán még annál is kevesebb idő alatt megvágta a jelenetet. Az egyetlen szépséghibája az volt, hogy ez egy dialógus, két ember, egy szerelmes pár beszélgetése, és az nem derült ki a jelenetből, hogy kinek a jelenete. Mert ő vágta pik-pak, 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 és én meg hát feldolgoztam a jelenetet, a jelenet mi voltába, hogy kit kell lássak, ki beszél, hogy legyen. Na, először az enyémét néztük meg, és akkor mondta, hogy jó, hát ez jó. És ha mentünk hátra az ő folyosójára, és azt mondta, hú, az enyém nem így van vágva. És tulajdonképpen itt egy olyan dolog ütött szöget a fejembe, két dolog ütött szöget a fejembe, az egyik az, hogy engem mennyire nem érdekel a számítógép, és hogy micsoda különbség, hogy ő neki ezt kibontották, és ő már teljesen részben ura volt, most függetlenül attól, hogy a jelenet hogy nézett ki, de tudta kezelni. És én tudtam, hogy én ebben nem születtem bele, és éreztem, hogy a vágóasztalnak a lámpáját, ha kialszik este 11-kor, azt meg tudom csinálni, de amikor kiírja nekem a gép, hogy most mit csináljak, és még azt is angolul írja ki, és még ez. Szóval ezer sebből vérzett. Hátra mentünk, megnéztük az övét, és azt mondta, hogy tényleg nem, ez nem volt helyes dolog, tényleg hamar készen lett, de nem gondolta át, amin én gondolkoztam, hogy legyen. Mert az ember a filmvágásnál rengeteget gondolkodott, hogy vágja el, mert ugyan mindent össze lehetett ragasztani, de azért az már egy kicsit úgy látszott a vetítéskor, és bár mindenki azt mondta, hogy ő be tud mindent számítani, hogy az hogy van, de amikor a vetítőgép a ragasztást így megdobta egy kicsit, akkor mindenki látta, hogy ott valami van. Szóval még ez ugye az Evidnél nincsen, és azt is éreztem ezzel, hogy én nem tudom, hogy az majd az, hogy lesz áthidalható, hogy ez, hogy gondtalanul lehet mindent változtatni, tehát senki nem gondolja igazán előre végig a jelenetet, hogy mi legyen annak a felépítése. És mert ezzel, hogy az ember a filmszalagot elvágta, mire elvágta az iradigra, először is 6-szor elment oda-vissza, hogy ugyanott van, gondolja-e, hogy elvágja. Előtte 6-szor meggondolta már, hogy a jelenet felépítésében hogy szeretné, hogy a beszélőt lássam, a reakciót lássam. Szóval egy ezer apró dolog. És akkor egy kicsit ugye az egésztől ugye azt gondoltam, hogy ez azért nem fog nekem tetszeni, mert majd ott mindenki fogja nyomkodni a gombot, és fog neki tetszeni, hogy ezt gyorsan össze lehet rakni, de nem lesz minden úgy átgondolva. Miközben a dolognak a másik jó oldala meg az, hogy ebből a nem átgondoltból annyit csinál, ahányat akar. Mert ugye nincs kópia, hanem csak a gép újra veszi, elrakja, elmenti, csinál egy új verziót, tehát ez egy hallatlan előnye. Én nem szerettem meg. És akkor jött egy következő lépcső, amelyikben bizonyos Juhász Kata, akivel végig dolgoztam, ő viszont abszolút otthon volt a gépbe, és akkor mi már, mint vágó és vágóasszi együtt dolgoztunk 6-7 éve, tehát már minden gondolatunkat, ő ismerte az én gondolataimat, én az övét. A Kata nem volt egy jó modorú lány, de nagyon jó ízlésű, és jól gondolkodott a filmről, és én nagyon szerettem vele dolgozni, mert amikor én bármikor egyedül vágtam, az egyedül szót soha nem használhatom, mert a Zsuzsi a megmondhatója, hogy ahogy valamit megcsináltam, kinéztem, hogy mit gondol ő. Tehát én sose szerettem azt a fajta egyedül létet, hogy majd én a magányomban megcsinálom, és akkor majd nem. Én. De nyilván ez mindenki máshogy gondolhatja. És én itt de a Kata mellett... Bocsáss meg, hogy közbeszólok, de ez abban a folyamatban is így van, amikor vágod az anyagot? Igen. Tehát minden vágásnál szereted, hogyha ott van, amikor építettem a jelenetet? Nem. Amikor
megcsinálom. Igen, akkor, amikor kész van. Kész, és akkor az nézzük meg. Igen, igen, igen. Nézzük meg a jelenetet. És akkor a Kata mellett bizonyos fokig el is kényelmesedtem. Tehát nem... Ő volt a meghosszabbított kezed? Ő volt a meghosszabbított kezem. Nem volt soha kérdés, hogy majd ha bármi, abban a három gomba, ha elakadok, akkor mi történik, akkor ő rögtön segített. Úgyhogy ez nekünk így nagyon jól ment ez a munka még sok évig, de ezen közben beütött az is, hogy a főiskolán, a Széchenyi Médi 92 környékén. Mi, hányba indult a ti osztályotok, Réka? 95-ben a Réka volt a második osztályomba, mert az elsőt nem én vettem föl, hanem a Médi egyszer csak közben azt mondta, hogy neki elég, és ott hagyott három tanítványt. Akkor ő már elunta. De én egyébként én 84-ben nem a Médin keresztül kerültem be a főiskolára óraadónak, hanem a Kárpáti Gyurinak volt egy úgynevezett rövidfilmes osztálya, és ő keresett vágó tanárt, mert a Médi azokat nem akarta tanítani. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ezt láttam, hogy sokáig voltál, vagy valamennyi ideig voltál óraadó. Nagyon igen, sokáig, igen. 84-től 92-3-ig. Mert talán még a Rékáékat sem állásban csináltam, mert akkor nem volt státusz, szóval minden olyan, amíg a Médi nem ment el, addig nem volt státusz, de ezek érdektelen kérdések voltak. És akkor mikor volt, amikor az Éva tanított, az a nagyon kármentő Éva, egy nagyon rövid időszakban tanított az Éva? A Sándor Palinak volt egy osztály, a Sándor Palinak volt egy osztálya, ahová őt hívta. Ja, értem, és akkor ugyancsak... És akkor, de az Évát se fogta meg ez a történet nagyon egyáltalán. Nem. Nagyon nem. Azért mondom. Tanítani. És akkor elkezdődött a 95-ben a Rékáékkal egy munka, ahol valahogy egyre inkább involválódtam ebbe a tanításba, és egyre több örömet jelentett, és munka is kevesebb lett azért a filmgyár szétesésével. És aztán a Katával dolgoztam még 2008-ig, 9-ig, úgyhogy még vágtunk sokat utána, de engem a digitális. És akkor ez a zsombolyai féle film volt az egyetlen, ami digitálisan is vágódott kicsit, meg... De az csak játszási volt. Aha. Abszolút. Próbaként. Csak de abszolút. Soha így nem vágtatok, hogy párhuzamosan. Nem. Mi rendesebb? Attól függ, hogy mire gondolsz. Betán is még. A Betán Mikivel nem vágtam, nem. Betán vágtam híradót, meg ilyeneket, de nagy dolgokat nem vágtam. Pontosabban a Gárd Gyurinak vágtam két tévéjátékát. Nem, azt írtó érdekesen csináltuk, de most nem rólam van szó. Az csak nagyon röviden, az digitálisan készült. Mi... Nem filmet vágtunk, a Lindát csináltuk igen. Együtt, ugye? Az filmre készült, az 16-os filmem és volt. És 16-os ja, vágóasztalon, persze. Vágtattam. Abszolút vágóasztalon volt. Igen, igen. Igen. 80-as. 88. Ne menjünk adat vissza. Úgyhogy engem a digitális technika nem fogott meg, és akkor nagyon nagy szerencsém volt, mert egy későbbi osztályban bizonyos Kollányi Tamás, az viszont egy olyan technikai érdeklődésű tanuló volt, akit 3 másodperc alatt be lehetett vonni tanársegédnek e tekintetbe, és aztán azóta ő felpluszolta magát. És akkor hogy osztjátok el a munkát egymás között? Ott van ugye a Réka, most már ott van a Jancsó Dávid, én ott vagyok, van a Tomi, én vagyok, ott vagy te. Én vagyok a legkevésbé technikailag. Hát ezt sejtettem azért. És ezt mindenhol meg is szoktam mondani, szégyen a futás, de hasznos. Azt szoktam mondani, mert az első 3 kérdése lehet, hogy tudok válaszolni, de utána nem. És akkor meg minek az egész. Úgyhogy a Réka, aki nagyon sok mindenhez ért, de szerintem ő is úgy gondolja, hogy legyen ott még valaki. És így. És hát az, ami az Evidnek a mindennapjai, és az állandó upgrade-olás, és tehát azt csak ők tudják követni. Mi, akiket ez se nem érdekel annyira, nem tudom, lányt nem láttam még, akit annyira érdekelt volna, hogy
Biztos van olyan is. Mondom, én nem láttam. Nem, azért, hogyha már itt, én nagyon szeretem a komputert, ezt be kell valljam. Jó. Ezt soha nem titkoltam, de azért bizonyos technikusi feladatokat azért jobban szeretem, hogyha más. Varga Zoli van mellettem például, azért azt nagyon szeretem. Úgyhogy itt szép vált a dolog, miközben például az iskolában, hát egyszerűen fantasztikus dolog, hogy van a digitális technika, mert részben ugye a pénz az ablakba, tehát nagyon nem volna mire filmre dolgozni, és hát aztán ott az iskolában valóban meg lehet mutatni azokat a dolgokat, hogy na és mi a vágás, hogy ugyanazt az anyagot hatan vágják meg, és mind más. Igen. Tehát, hogy ott nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a nyersanyag nincs, hanem a gépen lehet vele bíbelődni. Hogyha most így megkérdezem tőled, hogy mi az, ami mondjuk a mi hallgatóinknak röviden átadhatnál, hogy mi neked a vágás, akkor el tudnád mondani? Vagy mit tanítod? Tudom, hogy nem lehet, mert én szerintem vágást tanítani az baromi nehéz, ezt mindannyian tudjuk. És leginkább konzultálással, filmfejlesztéssel lehet, de én, hát, ha van valami. Én olyannyira nem tudok erre konkrét választ adni, hogy én azt szoktam mondani, hogy én az eddig összes hallgatomat terelgettem valamilyen irányba, próbáltam valamilyen ízlés szerint, próbáltam. Nem is tudok erre jó szót mondani, és mindig mindegyikkel egyé. Tehát én azért szerettem ezt az egészet, mert ez egy olyan kis csoportos oktatás, ahol mindenkivel külön tudsz foglalkozni, és el tudod mondani neki négy szem közt is, hogy mi igen és mi nem, és én szerintem, és akkor én, akkor ő, tehát hogy csak így lehet. Ugyanazt te is átveszed meg hajnal is adott esetben? Egy nem, sokszor nem. Együtt. Konzultálok, de úgy, hogy nem mindig egyezik a véleményem. Az a legjobb. Úgyhogy majd a diák is szűrje. Igen. És szűrje ki. Igen. Hát hiszen... És azt gondolod, hogy ugyanannyira érvényes akár az is, hogyha ellentétes véleményünk van. Persze. Mert hiszen semmilyen olyan szabályt nem tudunk lefektetni, amire azt mondom, hogy már pedig ez, ennek így kell lenni. Nincs. Igen, de tőletek is eleinte azt várják a diákok, hogy de akkor hogy mondjuk el a szabályokat. Nem. Az nem? Nem volt ilyen eleinte? Nagyon érdekes. Nem. Nem? Nem. Uh-huh. Sőt, lehet, hogy azért, mert azt vezettük be rögtön, hogy mindig mindenki vágja meg, amije van, vagy ami a feladat, és hogy abba egyáltalán semmi baj nincsen abból, hogy az most jól sikerült, vagy nem jól sikerült, és ezért mondom, hogy kivel, vagy négy szem közt, vagy az egész osztály előtt megbeszéljük a dolgokat. Igyekszünk egyébként mindig mindent az egész osztály előtt megbeszélni, és azt mondani, hogy ez egy iskola, és ami nem sikerült, nem sikerült. Számomra azért nagyon-nagyon szép, amit mondtok, mert én mindig azt mondom, és ti most azt mondjátok nekem, ami zenefüleimnek, és nem véletlen mondom, hogy zene, mert én mindig úgy képzeltem el az oktatást, hogy úgy kéne tanítani, mint a zeneoktatást, hogy tényleg ott van az egész társaság az akadémián, ott van az összes hegedűs, egy emberrel foglalkozik a tanár intim módon, viszont mindenki azt szűri le magának, és ti most ezt csináljátok végül is, és ez nagyon szép. Mindenki így lehet tanítani. Igen. Igen. Én mást nem is tudok elképzelni. Tehát, mint ahogy mondtam neked, hogy én nem szeretek így kiülni és szerepelni se, és akkor valaki... Ez csak egy beszélgetés. Nem. De mégis szereplés. Oda vettél egy kamerát, és hát szóval mindennek van alsó határa. És ide is... Bocsánat, de nem téged beszélget. Nem, de hogyha például nekem ezt valamilyen módon előadás formájába kellett volna valaha, bárhol, bárkinek elmondani, én biztos, hogy az életbe a lábam be nem teszem oda, vagy nem kapok ennyire kedvet hozzá. Igen. Ezt abszolút meg tudom érteni. Úgyhogy
Milyen filmet csináltatok még együtt? Andrással is, meg gondolom ez a csapat ez együtt volt, ugye? Ti majdnem mindig együtt dolgoztatok, hanem mindig. Hát csináltuk ugye? Még a képvadászokat. Na a képvadászokban kimaradt például, ott nagyon sok kimaradt van, mert annak volt egy kereke, ami úgy, ahogy van. Azt az Andrással együtt csináltad? Igen, azt a bátyámmal együtt rendeztük. És akkor csináltuk a angyalbőrt, és aztán utána már nem, mert akkor ti már elkezdtetek familiázni. Így csak maradt a mi családi kapcsolatom. De azért tartjátok. Abszolút. Nagyon jó. Nagyon jó. Abszolút. Kérdés van-e bármivel filmmel kapcsolatban? Egy ilyen fura kis kérdésem lehet, hogy tetszett, szerettétek a filmet? Igen. Hogy mennyire... Mennyire szerettem volna is megkérdezni, mennyire éreztetek, öregek esetleg, lassúnak. Ne azt mondjátok, hogy csak a mi zenefüle ügynek, hogy a... Na, ha már a zene szót ki egy... De mondtátok? Nem sok a zene benne? Igen. Nem. Nem. Előtti jelenet, amikor bejön, kiderül, hogy meghalt az író, hogy arról mesél, amit hogy az illet direkt egy ilyen tárgyban elképzelve, vagy volt oda fölvére valami más, amit... Nem. Nagyon, nekem az egy kicsit olyan hideg, vagy nem tudom, szóval olyan távolságtartó. Szóval nem volt benne semmi érzelem. Hát az Enikő, hát az Enikő volt. Az Enikőre. Az Enikő az egyetlen, az össze, igen, jó, de... Hogy nem volt benne érzelem, úgy érzem? Hát, hogy a tágsága miatt... Furcsa érzem. Szóval én úgy gondoltam, amikor egyik legnagyobb tanácsadóm, meg kontrollom, meg minden volt a testvérem. Nekem van egy darab bátyám, akivel 50 éve, és akit csak magunk között úgy hívunk, hogy a felnőtt. Szurdi Andrásról van szó. És mikor megírtam ezt a megírtam egyáltalán ezt a jelenetet, és mindenben szoktam neki írni, általában én voltam az őfordultársa, a filmjelő volt az enyém, sok mindent csinált. Együtt azt mondta, hogy te milyen meg olyan legyen. Ezt nem is tudom elképzelni. És én annyira hittem benne, és abszolút így hittem benne, és így képzeltem el, hogy maga a gyászuk is valami olyan, van benne valami olyan szimpadias, olyan, mint ahogy az egész életüket élik, miközben mellette van egy olyan őszinte, tiszta fájdalom is, de azért megkérdi, hogy enni mit szerette. Meg az emlékhívás van, meg minden, szóval végig, benne van mégis csak attól, hogy az ilyen egy snit és egy kicsit ilyen tárgy, olyan egy massza az egész csapat, valami nagyon furcsa. Lehet, ilyen. Hogy attól, hogy sötétebb egy kicsit, mint kéne legyen. Nem tökéletes itt minden, nem? Moziban vagyunk. Ez a stílus az nem csak a kopjáról beszél, amit lehet, hogy én szültem. Igen, lehet, hogy nem csak a kopjáról beszélek. Téged szűdott volna, ezt nem hittem. Volt ebben most egy ilyen felhangolás? Szóval képzelhetünk, hogy ez. Ott egy nagyon erősebb a emlékeztek el, hogy van világítva, hogy oldaltan, meg egy kicsit füstös is, meg szóval ott valami olyasmi van, ahol lehet, hogy én túltengek, és egy másfajta fényviszonyban, egy kicsit szűkebb plánmal, másképp. De én nem úgy tagadnám meg, én szeretem, tehát nekem nem, mikor nézem, nem érzem úgy, hogy hú, ennek nem ilyennek kellett volna. Sok dologról érzem, és általában az életemben, mikor én inkább színházrendező vagyok, vagy alapvetően az vagyok, és hát már premier környékén már nem bírom nézni az előadást, mert csak azt tudom nézni benne, hogy elszúrtam benne, és ez nagyon rossz érzés nyilván ebben is van, de ebben nincs. Akkor egy zárójeles mondata, hogy a Szakácsi az tényleg a Szurdi Miki, szóval ez a film a Szurdi Miki életben. De hát nem úgy az életem, a fikció, minden része fikció a dolognak. Csak akkor ez izgatott engem rettenetesen, nevezetesen az, hogy 31-néhány évesen az embernek milyen komprom egy társadalmi helyzetben, egy családi helyzetben, egy szerelmi helyzetben, egy színházi helyzetben, milyen kompromisszumokat kell meghozni, és meddig lehet azokat a kompromisszumokat úgy meghozni, hogy az ember gerince még valamennyire egyenes maradjon. Azóta is ezt próbálom keresni.
Jó, én azt hiszem, hogy nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Rá szerettük a filmet, és nagyon köszönjük. Köszönjük szépen! Köszönjük.